a jóban, rosszban 15. születésnapi alkalmából Kondákor Zsófi és Vég Judit tevékenykedik a konyhában. Egyébként mi is hamarosan segítünk nekik, legalábbis megpróbálunk. Jó Petivel egy kicsit, én az avokádóval kezdem. Mert hogy vegán csilisbabot készítettek nekünk. Így van, de még mielőtt beszélgetünk, nézzünk meg néhány, mondjuk úgy, hogy vicces jelenetet a jóban, rosszban Zsófival és Judittal. Endre, hát te mit keresel itt? Na ezért. Basszus, beakadt a kabátja a kilincsből. És meg az ablak. A mennyei. Bocsánat. Most meg nem, csak már azt vártam, hogy mivel fogsz beleakadni, ne haragudj. Mesélj, még mindig dúl a szerelem Patriciával? Jó meg vagyunk. Mert? Mert úgy látom, hogy nem de nagyon nagy... Ez jó volt eddig? Ezt most jól megkaptam. Jó tudni, hogy Viktor azt gondolja rólam, hogy apa komplexusom van. Na, ezt most jól megkaptam. Jó tudni, hogy Viktor azt gondolja rólam, hogy Isten komplexusom van. A legnagyobb kritika egyébként elárulik a nézőknek, anyu volt, hú, de rövid a hajam. Az anyu meg milyen hosszú? Piros a fejem. Igen. Tehát, hogy ilyenek voltak. Csajok, sok ilyen volt? Persze. Minden nap. Persze, rengeteg ilyen van. És hogy bírjátok ki, hogy folytatjátok? Bár itt látszott mondjuk a kabát beakadós jelenetnél, hogy nem volt azért olyan nagyon egyszerű. Igen, ez sokszor igazából nem bírjuk, tehát főleg én nagyon nevetős vagyok, de hát próbáljuk azért ezt, hogy 15 év viselkedni. Ez rengeteg, ugye? Igen, ha is számot vettek, akkor így mi jut eszetek be erről a sorozatról? Egyébként én 10 éve vagyok benne. Igen. Judit meg 14, nem? De 14. Aha. Mi jut eszünk be róla? Mármint igen. Így, hát mit adott nektek ez az egész sorozat? Mert hogy ott nőttünk fel. Igen, mert hogyha mi ránézünk. Nem, én már fölnőttem. Kívülállóként akkor ez egy ilyen nagy család. Ott nőttetek fel, de nem látszik, így tudod. Van, igen, ez egy ilyen közhely, egy nagy család, de ez tényleg így van. Tehát, hogy napi szinten együtt vagyunk, ismerjük egymás problémáit, boldogságát, mindent. Tehát, hogy... Jó. Aha, jó lesz szerintem. És ez ennyire jó? Az léci kockára vált. Jó. Na, tessék, én már voltam. De te nem úgy szoktad, hogy kiszeded így a nagy magját? Nem, én úgy szoktam, hogy leszedem a hasábokat, és akkor kikockázom. Tényleg? Igen. Jó, mindegy. Ez kocka legyen a lényeg. Oké, jó lesz az a lényeg. Okay. Szóval, hogy természetesen az ember ennyi idő alatt ugye ott már barátokra lel, meg hát annyi minden történt már velünk, olyan emlékeink vannak, meg olyan múltunk, hogy ugye amikor valakivel sok időt töltesz együtt, akkor az óhatatlanul is az életed része lesz, és hát együtt, jóban, rosszban. Tehát de akkor maga a karakter is az életetek része lesz? Tehát, hogyha, mit tudom én, egy ilyen Dóra doktornéni vagy Veronika rezidens hölgy. Persze, és attól is vizébe mászkálok. Nem, dehogy nem. Hát azért ezt szerintem egy színész így tudja kezelni, hogy meg hát egyébként játszom színházban is, szóval, hogyha én most napközben forgatok, és fonendoszkóp van rajtam, attól még este el tudok játszani egy teljesen más karaktert, mert... Mint ahogy egyébként főzni is tudsz itt a konyhában egyébként, egy isteni finom, igen, vegán... Csak ez nem tudom, miért nem melegszik föl, különben. Mit is csinálunk pontosan? Csilisbabot. Jó. Vivi nem tudta, hogy ez miért melegszik föl. Segítek. Már hetesen van, de már vagy 10 perc. Judit, neked volt valami bakid a kontaktlencsével, ugye? Hát még nagyon baki, hanem úgy kerültem be a sorozatba, hogy rögtön kaptam egy szivárványhártya gyulladást. Ajajajajaj. Nem is tudom, 2 héttel azután, hogy elkezdtem. Igen, mondjuk ezt ne nevezzük bakinak, igazad. Tehát amikor még nem ismertem a stúdiót, tehát mindennek neki mentem, nem tehettem be a kontaktlencsét, annyira be volt gyulladva a szemem, hogy tök vak voltam. De komolyan leverted a díszletet szinte? Hát, körülbelül, mert amikor úgy nézel a másik szemébe, miután te mondod a szöveget, hogy te egy teljesen másik. Hát ez jó, én meg szerep szerint mentem neki a díszletnek, mert ez volt a feladatom. Csajok, ezzel a ti barátságotok az hova datálható? Így az elejétől igazából, tehát úgy, amikor én oda mentem 10 éve, hát akkor 10 évvel ezelőttre. Volt egy szimpátia, és akkor ez olyan szépen lassan. De ez hogy megy, hogy a forgatások szünetében kimentek kávézni?
Hát ő is, igen. De aztán egyébként együtt... És így ránéztél Zsófira, és azt mondtad, hogy tudtad, hú, ebben a csajban van valami. Jaj, hát én rögtön, ha valószínűleg találkozom valakivel, én rögtön tudom, hogy... No. Tehát elég jó ember ismerem. Segítek, Zsófi, jövök. Most nézzük, vedd lejjebb, de nekem én rögtön szimpatikus. Aztán együtt dolgoztunk színházban, és igazából szerintem ott... amikor először dolgoztunk együtt színházban, ott mélyült el. Egyébként ez engem annyira érdekel, hogyha egész nap ott vagytok kint, mármint hogy a Csillagvirág klinikán, pontosabban a stúdióban, akkor utána este még van energia elmenni színházba, pontosabban még azt is lepróbálni, megtanulni a szöveget, stb. Nincs, stb. Nincs energia, nincs. De meg kell csinálni. Nem, hát tényleg néha én is azt hiszem, hogy hazaérek, ugye a gyerekek, akkor még ott rendben rakom, nem tudom, megfőzök, akármit csinálok, és utána vissza kell menni a színházba. Én azt hiszem, hogy így, így most inkább kössenek föl, de aztán ugye nyilván ott meg az ember összeszedi magát. Barátság, oké, hogy a ti barátságotok az egy ilyen nagyon kardinális és nagyon meghatározó, de hogy van még a stábon belül, akiknek hasonló viszonyuk alakult ki, mint nektek? Persze, abszolút. Egyébként egymással vagy velük? Aha, nem. Akár veletek is, mondjuk akár egymással. Persze, én szerintem az, akivel együtt forgatsz, ugye mi főleg a kórházban dolgozókkal forgatunk együtt, tehát... Igen, én is ezt figyeltem, meg, hogy akivel egy öltözőben vagy, akivel többet vagy, tehát én ugye a Judittal egy öltözőben vagyok, az Anettal is egy öltözőben, hogy valahogy köztünk szorosabb a viszony, hát a másik öltöző, akik mellettünk vannak, tehát velük ugye ritkábban találkozunk, és valahogy nem beszélünk meg annyi mindent, kevesebbet vagyunk együtt, tehát nem tud úgy elmélyülni a kapcsolatunk, mert azért ott mégiscsak egy munka folyik. Hát azzal tudsz igazából barátságot kötni, akivel a szünetekben is tudsz beszélgetni, és hát kivel tudsz a szünetekben, akivel forgatsz, akivel együtt vagy többet. Nem tudom, nekem ez annyira varázslatos világ, amit csináltok, tehát hogy oda kimentek, és tényleg össze vagytok zárva az. Napokon, heteken, hónapokon át, és ezek szerint még ez a közös öltöző, ez is rátesz erre a dologra. Igen. Hogy itt azért tényleg olyan intim dolgok is 15 évvel előkerülnek. Igen, hát azért abszolút mondom. Gondolj bele, hányszor mész be úgy forgatásra, hogy mondjuk valami teljesen lelkileg persze, hát, hogy nem vagy. Hát persze. És akkor azért tök jó, hogy ott van valaki, aki ezt meg tud beszélni, aki tud abban segíteni, hogy most azért szedd már össze magad, mert be kell menni a kamera elé. Tehát, hogy nagy titkok tudója az öltöző? Mert hát a smink szoba, tudod, az a... A sminkesek, ők mindent tudnak, de ezt is tudod, minden nem? A sminkeseket hívtuk. A jó kis szabta sztorik szoba, miatt. Ott szerintem mindent tudnak. Csajok, ilyen ronda még életemben nem vágtam fel az avokádot. De jó lesz? Megfelel? Jó lesz. Figyelj, ti eszitek meg, szóval. Akkor jó. Úgyhogy beszélgetünk erről a receptről, azt már elmondtátok, hogy a vegánság. Édesem Zsófi, nézd meg, tartja a receptet. Hát papírból, jaj, de cuki. Úgy örültem, hogy hoztam el puskát. Igen, egyébként a Masterchefben nem lehet. Együtt főztünk Zsófival a Masterchef VIP-ban, és én voltam az egyik kuktája a fináléban, amikor megnyerte a Zsófi a Masterchef. Igen, úgyhogy nagyon sokat, és most is te vagy a kuktával. Látod, igen, úgyhogy ez nem új szerep nekem. Na, ez szóval egy nagyon hálás szerep volt. Igen, ez most azért kell nekem, mert ezt az ételt eddig egyszer csináltam meg életemben igazából, hogy ez a Kristófnak a receptje. Szóval most meg fog pirulni a hagyma, utána mi lesz? Igen, és itt ugye fontos a sorrend, ezt akartam, hogy nem mindent csak így beledobálunk és kész van, hanem leírva, hogy miután mi. Tehát egyébként én biztos nem a fokhagymával kezdtem volna, hanem a mit tudom én mivel. Azt tudja, hogy Judit, a kezed most így egy hétig nagyjából. Hát most... Ez a nyomkodások által fokhagyma illatú lesz. Judit, te milyen gyakran főzöl? Paprika. Hát, azért sűrű, mert van egy kisfiam. Tehát, igen. Anyukaként azért ez egy teljesen más dolog. Igen, igen. Hát most kétfélét. De ugye ő nem lett vegán. Aha. Tehát ezt úgy nehéz megoldani. Világos. Hát igen, azért ezt a gyerekeknek átvinni, én egyébként nem is akarom, tehát én nem szeretném ezt rájöltetni. Jó, de ez jó felség, mert akkor azért az ő igényeiket is figyelembe veszitek. Hát persze. Hát tehát van a saját felnőtt életetek, és a felnőtt fogyasztási vagy étkezési szokásotok, de a gyerekek igen, mégiscsak de ugye... Igen, de nyitott rász. Én azt láttam, hogy a Bence mindig megkérdezi, hogy mit eszem, akkor van, hogy azt mondja, hogy fúj. Most olyan csoki tortát csináltam, ami megcsináltam a csoki tortát, amiben avokádó van a krémében. Hozhattál volna. És akkor azt meg akarta postolni egész addig, amíg ki nem derült, hogy avokádó van. Ebbe egyébként hogy kerül bele a csoki? Tehát milyen szerepet? Tényleg, azt beszéltük, hogy elmondjátok, hogy a csokinak mi lesz a szerepe. De azt nem tudom, hogy mi a szerepe, ezt a kérdezete majd a Steiner Kristófot. Igazából szerintem ez csak ad neki egy plusz pikáncet, egy csomó ételben vannak olyan összetevők, ami most például fahéj is lesz benne. Tehát, hogy ezek csak de bele fog olvadni a hagymába a csoki? Pici plusz. A recept szerint? Igen, igen. Ezek nagyon jó. Pici plusz ízt ad neki. Nyilván van egy kis keserny és édeskés íze. A színéről nem is beszélve, tehát azért meg is színezi az ételt szerintem. Nem tudom,
Kristóf is egy ilyen nagy kísérletezgető, egyébként én is az vagyok, én mondjuk nem is szeretek recepteket úgy elkészíteni, hogy van, mit változtatok rajta valamit. Van egy jó hírem, kezd jó illata lenni. Igen, igen, hát a hagyma, meg a paprika pirul. Na csináljátok, aztán majd jövünk vissza. Itt adjunk nektek mindent, jó, és utána összerakjuk, abban is segítünk. Oké, köszi.